Sziasztok! Én Zvezdovics Anita vagyok, a Brandfiznek a Chief Fizz Officer-e és társalapítója. És ma a Telenornak a szervezetfejlesztési vezetőjével, Müller Liával fogunk beszélgetni egy nagyon-nagyon érdekes témáról, ami az Our Nature Connects Us értékeknek a szervezeti bevezetéséről fog szólni, illetve arról, hogy hogyan keltek életre ezek az értékek a Telenornál. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma, és sokunkat érít, hogy ez hibrid környezetben hogyan valósul meg. Sziasztok, én is nagyon köszöntök mindenkit, és köszi Anita, hogy itt lehetek. Ami számomra egy nagyon érdekes és izgalmas történés, vagy ilyen élmény volt nézni a Telenornál, hogy az értékeket tavaly körülbelül ilyen tájt vezettétek be, és akkor alapoztátok meg. És ami nekem nagyon különleges, hogy a magyar piacon én még ilyennel nem találkoztam, hogy nem ezek a hétköznapi megjelenítései vannak nálatok az értékeknek. Hogy voltatok ennyire bátrak, hogy egy ennyire bold megközelítéssel fogtatok neki az értékeknek a megmutatásának? Abszolút, ez egy cél is volt, és örülök, hogy ez kifelé is látszik, mert amikor a tulajdonosváltásunk után elkezdtük összerakni az új értékrendünket, amit úgy éreztünk, hogy hiteles, és ami elvezet minket a jövőbeli céljainkhoz, akkor mindenképpen a kollégák aktív bevonására törekedtünk. Mert azt szerettük volna, hogy ne a felső vezetés mondja meg, hogy ez az öt értékünk, és kiírjuk a falakra, hanem szerettük volna, ha ez egy élő, a mindennapokat átfogó értékrendszer. És ehhez kellett az, hogy a kollégák mondják meg, hogy ők mire büszkék a vállalatban, és hogy mi az, amit szeretnének a jövőben erősíteni, vagy amit tovább vinnének. És hogy vontátok be őket? Ezeket különböző workshopok segítségével kezdtük az elején. És a vezetők is részt vettek ebben már? Eredetileg a kollégákkal kezdtünk. Tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy legyen egy tiszta képünk az ő meglátásukról, és aztán vontuk be a vezetőket, hogy már az agregált kollégák által megadott véleményeket, ők hogyan építenék be a jövőbe, és ők hol szeretnék látni a szervezetet mondjuk közép és hosszú távon. És ezt a kettőt a végén ilyen közös vezetői kollégákkal, közös workshopok során véglegesítettük, és találtuk meg azokat az értékeket, amik a leginkább kifejeznek minket. És ők az, hogy ilyen bold megjelenítés, tehát hogyha jól emlékszem, akkor van nálatok farkas, ami az egyik értéket kifejezi, van nálatok oroszlán, van nálatok ló, kolibri, agár, és hogy ezeket a kollégák, ezek hogy fogták meg, vagy hogy kezdtek ehhez kapcsolódni? Egyébként ez is egy kollégák által jött kezdeményezés volt. Közösen ötleteltünk, és az egyik kollégánk hozta be ezt a szuper szimbolikát, hogy állatokkal jelenítsük meg az értékeket, mert kerestünk valami nagyon kézzelfogható megjelenítést, hogy tényleg ne csak szavak szintjén beszéljünk ezekről, hanem a szellemiséget is átadjuk a kollégáknak. És ezt az ötletet aztán fókuszcsoportokkal házon belül szintén validáltat. Tehát volt több ötlet egyébként, de ez lett a nyertes, mert hogy azt érezték a kollégák, hogy talán tényleg ezekkel az állatokkal tudjuk a legkézzelfoghatóbban megjeleníteni az értékeket. És ez az Our Nature Connects Us, ami ugye a cím is a mai beszélgetésnek, hogy ezek az értékek, a vizuálok, az ambasszadorok folyamatosan az adott érték egy adott állatnak az erősségeihez köthető, és ezek az ösztönszerű tulajdonságok, amik összekötik a kollégákat, és egy ilyen egy értékrendhez kötik. Hogy fogalmazták meg, hogy mondjuk ez a falka ösztön, vagy bátor vagyok, mint egy oroszlán, vagy ez hogy jött? Ezzel is több körünk volt, tehát hogy több véleményt is beépítettünk ebbe. Egyébként a természetünk összeköt egy ilyen ernyő koncepció ebben, és itt több mindenre rezonál. Egyrészt ugye mi is, mint telekommunikációs cég összekötjük az embereket, tehát erre rezonál, a tevékenységünket mutatja, és a természetközeliség is nagyon fontos számunkra, mert a Telenor székház egy nagyon szép erdő és természetközeli helyen helyezkedik el. Az állatokat pedig úgy válogattuk ki, ahogy mi megfogalmazzuk az értékeket, például az egyik értékünk a One Team, ugye az, hogy nagyon fontos számunkra az összetartás és hogy támogató közösség vagyunk, és ezt a farkas szimbolizálta a legjobban, tehát a farkas-falka erős összefogása. Amikor bevezettétek, illetve az elmúlt egy évben, milyen olyan aktivitások voltak, amik ugyanolyan merészek vagy bátrak, mint maga az értékkommunikáció koncepciója, vagy az ernök koncepciója?
Ebben egy nagyon izgalmas új irányt adott maga a Covid megjelenése, tehát pontosan tavaly ilyenkor ebben az időszakban volt az, hogy elkezdtük mélyíteni az értékeket és megmutatni a mindennapok szintjén, és voltak nagyon szép terveink, és jött a karantén időszak, viszont nagyon gyorsan ebben átálltunk online csatornákra, ugyanis fontos volt számunkra, hogy bármit is kommunikálunk ebben a válság időszakban a kollégák felé, azt hassák el az értékeink és hitelesek legyenek. Tehát amikor a cég kiállt a mellett, hogy tényleg így odafigyelünk a kollégákra, összefogunk, tényleg a kollégák biztonsága volt az elsődleges, vagy például maszkot vartak egymásnak a kollégák, vagy bevezettünk egy ilyen szolidaritási programot, mind-mind a Mantim értékre fűztük fel. Az online csatornák pedig adtak egy újfajta kreativitásra lehetőséget, hogy hogyan mutassuk meg a kollégáknak, hogy mik is ezek az értékek a mindennapokban. Például tartottunk egy flashmob-szerű aktivitást, aminek az volt a célja, hogy mutassuk meg, hogy online is egy csapat vagyunk, és szerettük volna, ha minél több kollégánk részt vesz egy közös online eseményen, ami végül 750 kollégát sikerült bemozgatni és elérni, ami egy hatalmas szám a mi méreteinkhez mérten, főleg úgy, hogy ugye nagyon sok kollégánk a frontline-ban, retailben, ügyfelszolgáltan dolgozik, tehát ők nem tudnak bármikor kiszakadni, mégis sikerült 750 kollégát megmozgatni, és együtt egy csapataktivitást tartani. Ezt kell elképzelni, hogy kiküldtetek egy nagy meghívót volt, és akkor arra buzdították a kollégákat, hogy mindenki egyszerre jelentkezzen be mondjuk egy online meetingre, akárhol is van, és 750 ember megjelent. Igen, valami ilyesmi, tehát egy nagyon rövid meetinget terveztünk, és nagyon fontos, hogy mindig a vezetőink adják az arcukat ezekhez az aktivitásokhoz. Minden értéknek van egy szponzora, egy felső vezetői szponzora, itt egyébként a CEUNK és a HR vezetőnk vett részt, ők hívták meg személyesen a kollégákat, és valóban 750 kolléga eljött, és igaziból csak annyi, hogy a jelenlétével éreztette, hogy itt vagyunk egymásnak. Egy csapat vettek a hogyha jól tudom, ez volt az a meeting, amit követően a HR vezetőtök és a CEO-tok pedig részt vett egy olyan videóban, ahol amerikai focisztak. Ez a másik igen. Bold ötlet, amit megvalósítottatok. Mindenképpen szerettünk volna kilépni a komfortzónából, és ennek az egyik nagyon jó, tényleg ilyen színes aktivitása volt, amikor ők elmentek, meglátogatták a Wolves, vagyis farkasok amerikai foci csapatot, és ott együtt lehettek. És ez azért is volt érdekes, mert nyilván szeretünk mi is inspirálódni más területektől, és így például a sportvilágából volt egy közös beszélgetés, hogy mit jelent a sportban egy csapatnak lenni, hogyan tudjuk egymást segíteni, és mi az, amit egymástól tudunk tanulni, akár egy vállalat és egy sportszféra, mit adhat egymásnak. Igen. És hogyha jól emlékszem, akkor azon a flashbowl-on, amit említettél, fontos volt már, hogy addigra a Facebook karrier oldalatok is elő legyen készítve, mert nem csak azt szerettétek volna, hogy abban a 10 percben megtapasztalják a kollégák, hogy egy csapat vagytok, hanem az összefogást abban is szerettétek volna megmutatni, hogy egy hónap alatt 1111 követőt el fogtok érni a Facebook karrier oldalatokon, ami azon az online flashmobon indult, és az volt a cél, hogy így a kollégákat húzzátok be. Valóban a tavalyi évnek az értékek mélyítése mellett a másik nagy célja az volt, hogy kifelé is jobban megmutassuk magunkat, mert a Telenor korábban inkább tényleg mindig elsősorban a belső aktivizálása és elköteleződésre törekedett, és tavaly szerettük volna mindezt egyre inkább kifelé is megmutatni, és ennek az egyik szuper csatornája lett a dedikált Facebook karrier oldalunk, ahol szeretnénk azt, hogy a kollégák is tudjanak több tartalmat megosztani, vagy ezzel megjelenjenek a saját sztoriaink, a saját kollégák, és minden olyan tartalom, ami rólunk, mint munkáltató érdekes lehet. És arra emlékszem még, hogy a belső alapozás az nagyjából egy ilyen 5 hónapig tartott, amire a külső kommunikációba is elindítottátok az értékeket. És a másik ilyen aktivitás, hogyha jól emlékszem, volt egy ilyen tánholatok, amikor felfedtétek már az ambaszadorokat, hogy kik azok, akik az értékekhez kapcsolódnak, a vizuálokat, ahol a hozzájuk kapcsolódó értéknek az állatával vannak irodai környezetben, és
iroda branding is akkor indult, vagy jól emlékszem? Igen. 11 érték nagykövetet választottunk, akiket egyébként maguk a kollégáik nevezték, mint az adott érték hiteles képviselője. Ezek az érték nagykövetek részt vettek egy fotózáson, ahol tényleg ezek az állatok is megjelennek. Bevittétek az orosz jelent az irodába? Igen, egyébként abszolút a szellemiség ott volt, de ezek valójában virtuálisan voltak jelen. És lelepleztük úgymond a kollégák jelenlétével szintén online azt, hogy az irodaházunkban is több helyen most már megjelennek ezek az érték nagykövetek. Ha visszatérnek, akkor láthatjuk? Igen, tehát hogyha belépünk az irodaházba, akkor elég terül a látvány. Megvolt az alapozás, megtörténtek ezek az értékeknek az életrekeltésének, ezek a bold akciói, és folyamatos kihívások vannak, hogyha jól tudom, tehát 2 havonta, mélyítitek az értékeket. Van team, utána a brave, van bátorság, hogyha jól emlékszem, most jön a customer oriented, és mindegyikhez már külsőleg is mennek az animációk, a vizuálok, de alapvetően a kollégáknak ezekben a 2 hónapban van lehetőségük azokat az értékeket közelebbről megtapasztalni, vagy tudatosítjátok bennük? Így van, ilyenkor célzott aktivitásokat indítunk cégen belül az adott értékhez kapcsolódóan, például a brave-hez egy ilyen bátorság kihívást indítottunk, hogy a kollégák egymást inspirálhatták abban, hogy mi az ő olyan bakancslistájuk, amivel szeretnének kilépni a komfortzónájukból, ki az, aki ezt már megtette, és hogy közösen kapcsolódjanak össze, és adjanak egymásnak bátorítást és segítséget az adott aktivitás megtételében. Illetve párhuzamosan ezzel elindítottuk azt, hogy a csapatok a saját szintjükön is tudják a mindennapjukra lefordítani az értékeket. Mert ugye sokszor kaptuk azt a kérdést, hogy lehet az ügyfél szolgálaton bátor, vagy a pénzügyön szenvedélyes, és hogy igazság szerint abszolút erre lehetőség van, és ezt meg is adja ezt a lehetőséget a cég. Viszont szeretnénk azt, hogy a kollégek a saját mindennapjaiban észrevegyék, és megéljék ezeket még inkább. Erre pedig egy ilyen kis belső játékosított workshopot fejlesztettünk ki. Ez elég innovatív. Ezzel én még nem találkoztam, hogy ilyen jellegű csapatépítés, ráadásul, hogy vezető tud a csapatához elmenni, és ott az adott, vagy a Telenor értékekhez kapcsolódóan csapat építeni. Igen. Tehát egy olyan eszköztárat raktunk össze, amit a vezetők tényleg könnyen és egyszerűen játékosan tudnak a csapatokkal együtt, akár online környezetben is megvalósítani. Kemény munkátok van ebben szervezetfejlesztési szempontból, és belső kommunikációs szempontból, külső employer branding szempontból, hogy ezek az értékek a mindennapok részévé váltak. És hogy mérhető ezeknek az eredménye? Tehát kíváncsi vagyok, hogy mik az indikátorai annak, hogy mik azok a mérhető eredmények, amiket már sikerült elérni. Korábban is mértük az elkötelezettséget, de a járványhelyzet kezdetétől sokkal gyakrabban mérjük a szervezeti hangulatot, és azt, hogy a kollégák mennyire elégedettek a mindennapokban. Egyébként a járványhelyzet kezdetén elkezdtünk egy heti pulzusmérést, ami aztán nyárra már úgy éreztük, hogy túl gyakori, és most már havonta mérünk, ami viszont abszolút ideálisnak mutatkozik. És azt láttuk, hogy a járványhelyzet első pár hónapjai után rekordmagasságra növekedett az elkötelezettség a cégben, tehát tényleg soha azelőtt nem mért magaslatokba jutott, és ezt azt gondoljuk, hogy annak köszönhető, hogy hiteles aktivitásokkal és hiteles üzenetekkel tudtuk egyben tartani a közösséget, aminek nagyon örültünk, hogy a vezetői index az 90% fölötti az elmúlt egy évben szinte végig, ami azt jelenti, hogy a kollégák nagyon bíznak a közvetlen vezetőikben, és a vállalat vezetésében, hogy az ő érdekeik kerülnek előtérbe a döntéseknél. Van esetleg olyan tipped, akik még mondjuk a vezetői bevonásnak az elején vannak? Akár sztori, vagy bármi olyan javaslat, ami kell ahhoz, hogy komolyan vegyék az értékeket a vezetők, illetve az értékek menténi működést egy vállalaton belül, hogy mi kell ehhez?
Szerintem az első lépés ez a széles körű bevonás, mert ez meggyőzte a vezetőket is arról, hogy a kollégáknak is hasonlóak az elvárásaik, mindenkik egyébként tényleg nagyon sok mindenben rezonált az, amit mondtak, hogy hova szeretnénk eljutni, és érezték azt, hogy erre érdemes hangsúlyt helyezni, mert a kollégák rájuk példaként tekintenek. Tehát, hogyha a vezetők is az adott érték mentén hitelesen működnek, az a kollégákat is motiválja, hogy akár változtassanak a mindennapokban. A második pedig az, hogy mindenképpen mérhetővé is kell tenni a dolgokat, tehát mindig is lesz a vezetőknek az a rétege, aki tényleg a nagyon kézzelfogható eredményekben hisz. Tehát nekünk ez a gyakoribb elkötelezettségmérés, bevezetés, és hogy ennek sok aspektusát nézzük, ez nagyon fontos eszköz a vezetőknél, és visszajelzés is. És emellett én még azt is gondolom, hogy a vezetőket érdemes úgy tekinteni, mint egy partner. Tehát mi azért sokszor csinálunk fókuszcsoportos beszélgetést házon belül, megkérdezzük a véleményüket, akár azokról a pontokról, amik nehezebbek, jobban fájnak, mire van szükségük. És igyekszünk, például ez az előbb említett culture game is erre volt egy válasz, hogy a vezetőink azt érezték, hogy az online térben azért csapatkohéziót egyben tartani egy kihívás, és erre akkor fejlesztettünk egy olyan eszközt, amit jól tudnak használni. Nagyon jó. És gondolom, egyrészt a belső megtartási fókusz, a másik pedig toborzás, vagy külső munkáltatói márka elérés is fókusz az értékeken keresztül. Igen. És például a social media-n keresztül mondjuk 150 ezer ember volt az, akit az elmúlt 5 hónapban elértetek a kommunikációtokkal. Mi az, ami a kulcsa annak, hogy a kollégákat aktivizáljátok a külső social media felületen? Mert szerintem az ambasszadoroknak a bevonása ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy az, amit ti külső kommunikációba kiraktok, employer branding kommunikációban, az házon belül ugyanúgy promotálva van, hogy osszátok újra, vagy ha büszkék vagytok rá, akkor vigyétek a hírét az értékeinknek, bárminek, ami a Telenor. Hogy ez ilyen konzisztens, ilyen tudatos működés, hogyha jól tudom. Ebben azt gondolom, hogy egy ilyen folyamatos fejlődési pályán vagyunk, mi is kísérletezünk, és megnézzük azt, hogy mi működik. Az ambasszadorokkal indultunk, ezzel a 11 kollégával aktívabban, az ő tartalmaikat már aktívan megosztjuk, és szeretnénk ezt egy ilyen szélesebb körülvé tenni, a mindennapok részévé tenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már az idei évnek lesz az egyik fontos fókuszpontja. Egyébként maguk az ambasszadorok nagyon büszkék arra, hogy őket kiválasztották, és hogy tényleg a kollégáik választották ki őket, tehát ők motiváltak arra, hogy tényleg megmutassák ezt a külületet. Meg hogyha jól tudom, ami szerintem egy nagyon, nagyon jó csavar, hogy nem magukat mutatják be az ambasszadorok, nem a HR küldik, hanem az ambasszadorok egymást mutatják be a belső kommunikációban. Így van, ők egymásnak adják a stafétát, és egymást mutatják be, mint a következő történet, és a kolléga, aki elindít egy aktivitást házon belül. Jó. Illetve szerintem még ami nagyon jól működik, hogy ami kikerül például social felületre, havi 1-2 tartalom, az belső kommunikációban is újraosztásra kerül. Olyan jellegűek, aminek szeretnénk, hogyha kifele is nagyobb legyen az organikus elérés, úgyhogy ezt azt gondolom, hogy nagyon jó a koordináció, a belső kommunikáció és a toborzási terület között. Így van, mi nagyon szorosan együttműködünk napi szinten, én azt gondolom, hogy ez így tud jól működni, hogy egymást erősítjük. Beszéltünk arról, hogy az Our Nature Connects, az értékek, hogy jöttek létre a Telenornál, bold ideák mentén, hogy bátrak tudtak lenni a Telenornál a diáék. De kíváncsiak vagyunk arra, hogy neked mik a tékövéjeid. Az alulról jövő bevonás szerintem nagyon fontos, és ugyanolyan fontos a fentről jövő arcadás, melléállás, a vezetők általi erő szponzoráció. Tehát ennek a kettőnek kell egy jó egyensúlyban lenni ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. Illetve tényleg azt láttam, hogy a személyes történetek alapján nagyon jól lehet energizálni a szervezetet. Nagyon bevált nálunk az értékekre alapuló value story módszertan, amikor tényleg egy színpadon kiállva a vezetők, kollégák meséltek arról, hogy hogyan élik meg az értékeket a mindennapokban. Tehát ilyeneket és ehhez hasonló aktivitásokat nagyon ajánlom. Illetve szerintem a türelem,
Nagyon fontos, hogy nem lehet egy hónap alatt új értékeket bevezetni, ez egy hosszú folyamat, viszont ezt nagyon jól ki lehet használni, hogy ezt a hosszú folyamatot izgalmas és kreatív tartalmakkal töltsük fel, és akár lépjünk ki a komfortzónánkból szervezeti szinten is, és merjünk kísérletezni olyan aktivitásokkal, ami lehet, hogy először meglepő, de pont ettől megragad a kollégák emlékezetében. Legyünk bátrak, és merjünk kísérletezni. Köszönjük szépen Diának a mai előadását, és bátorítanának titeket, vagy bátorítunk titeket, hogy gyertek a chatszobába, illetve kérdezzetek. Köszönöm, hogy itt láttam, és örömmel válaszolok a kérdéseitekre.